joghurtot. Na, egy nagyon rövid kis videó részlet következik. Ez a rész majd hozzá lesz kapcsolva valamelyikhez. Csak egy pillanatra kapcsoltam be. Kérem, vasárnap délelőtt vagyunk. Reggelizünk. Már jókor. Szofia itt van velünk. Hello, Szofia! Szofia eszik. Nagyon finom. Ilyen majdnem, mint a téli szalámi vajas kenyeret. Tejjel, egy kis joghurttal, meg ez a rúdsajttal. Potyognak sorba a fogai. Na, Évi pedig azt mondja, bemutatja nekünk ezt a bizonyos halacskát, amit ugye savanyizottunk. Ugye az a győri recept szerint. Még ma se kóstoltam. Most kóstoltam, kicsit csortan szerintem. Nem? Nem lett csortan? Na, hogy ízlik? Hány napja csináltuk? Négy? Négy? Na, most milyen véleményed, hogy még hagyjuk tovább érvelődni? Kész van. Vagy el kell kezdeni, most már lehet. Kész, ugye? Van. 3-4, ez tengeri hal. De, ahogy beszélek, ömlik a nyálam. Most komolyan mondom. Ömlik a nyálam. Én ezt annyira szeretem, gyerekek, hogy meg tudok enni ez a befőttes üvegnek a felével. Komolyan, 5-6 darabot is. Igen. Szóval ez extra csemege, és hát gyakorlatilag a reggeli, az egy saksuka. Saksuka. Saksuka, gombás. Tehát what stinks? Gombás lecsó. Figyeld, az, hogy it stinks. Azt mondja, ez büdös. Which one a is? Segged, az büdös. Tehát. This one or the that one? That? A saksuka is stink? Hát hogyan lehet, hogy büdös lesz, hogy a saksuka? Szedje nekem is egy kicsit. Ja. Még egy tojcingert, meg egy kis szaptocskát, és elég is jó van. Úgy. Na, hát ez ilyen gombás saksuka. I'm gonna put it back, okay? Aztán. All right. Oké, egy nagyon gyors bekóstolást Évi részéről. Jó mutkat csináltam, de akkor még nem volt lecsós. Ugye? Nem lecsó. Nem jól mondom. Nem volt benne gomba. Na. És mutasd a sárgáját? Maradhatott volna lágyabb egy picit, ugye? De majdnem jó. De jó, jó van, jó van. Még egy kicsit folyik. Na gyerekek, ennyit akartam mutatni. Aztán majd folytatjuk, vagy nem tudom. Ez most a valamelyik kazetta végén lesz, vagy a elején, nem tudom. Úgyhogy sziasztok, jó egészséget. Bye-bye. Bye-bye. See you soon. Buenos dias. Buenos tardes. Buenos noches. Señora y señor. Muchacha y muchacho. Ma egy kicsit a Mexikó ízeiből. És hát egy kicsit ilyen, lesz ilyen japánosított, japán inspired teriyaki, és kicsit olyan, emlékeztek? Egyszer meséltem nektek, hogy a kínaiak összefogtak a mexikóiakkal, és csináltak egy ilyen közös éttermet. És összevegyítették a mexikóit a kínai, illetve a japán ételekkel, és nagyon nagy sikerük van. Itt van rá példa, hogy itt van. Hogy például kiadnak egy ilyen kittet. Mire van szükségünk? Elsősorban ugye türelemre. Ha? Nagyon jó minőségű, hát aránylag jó minőségű. 90% sovány, 10% zsír, gyros fett. Ez USA termék, természetesen. USA, mini USA. Marhahús. És hát ez itten, ugye, mennyi volt francba? Nem az árát nézem, hanem a súlyt. Azt mondja, hogy 2 pound és 33, az
vegyük úgy, hogy egy kiló, nekem a felére van szükségem, úgyhogy így. Tehát magyarán egy pont húsra van szükségem. Fordulunk, indítsuk is, ezt itt meg fogjuk dinsztelni. Hát ugye elsőre nagyon óvatosan egy kis olivát is teszek rá. No, jobb a békesség. Már hamarabb elindítottam volna az edényt. Alright, és akkor megyünk vissza. Következő, ez itt 60 deka hús, de hát erről majd lejön egy-két ilyen apróság, úgyhogy itt is fél kiló húsra van szükségem. És hát aztán most ez 60 deka, hát aztán most az a 10 deka az mit számít, gyerekek? Ugye? Semmit. Na most itt azt mondja ő, hogy apróra, tehát itt mutatja is, nagyon apróra kell összevágjuk a csirkehúst, csirkemellt. Ez azt jelenti, hogy felcsikozom először. Itt van az a morcos darab, ezt kivesszük. Hát tudom, hogy a kés is úgy megakadt egy pillanatra. Nem jó a kép. Mondja, hogy állok. Így jó. És akkor így, tényleg ilyen nagyon apróra felszeljük, felkockázzuk. Ugye. Ezt a hús mennyiséget. Az egészet. Igen, közben elindult a húsunk. Elindult. Ja. Elindult útjára. Ugye a marahús, amit ugye összetörünk. Ne ilyen húsgombócok alakuljanak ki, mert a hagyod, akkor úgy egybeáll. Ugye, mint a Jari bácsinak a dereka. Vagy mint a lába, mikor görcsöl. Jaj, gyerekek! Na, nézzük a cooking instruction-t. Azt mondja, hogy finish skillet. Oké, 7 perc. Oké, breaking of the season, zero water. Seasoning means a boy. Oké. Na, el is olvastam. Ez gyors voltam, mint a villám, ugye? Na hát ez így néz ki. Csodálatos, ugye? Szóval szebben van a szószocska. Seasoning mix, igen. Itt van a tákó maga. Tákos, ja. Itt pedig úgy gondolom, hogy a soft tákó, tehát a magyarul a tortilla. Igen. Gyerekek, ezeket az itteni fiatalság, az ifjúházasok, stb. Ezeket úgy ismerik, mint a Bibliát. Mint mi magyarok a Bibliát. És nagyon sok gyerek ezen nő fel. Ugye, de ezt úgy, hogy ugye készen megveszik nekik. Megállnak ott a izénél, ugye, a Taco Bellnél, és akkor ezt készen megveszik. Nagyon olcsó. Most én úgy döntöttem, hogy egyszerre egyet csinálunk. Igaz, hogy hoppá, már ide van készítve a mellehúsa is. Úgyhogy két menetben lesz megcsinálva. Egyrészt ne keveredjünk össze, másrészt meg így egyszerűbben, érthetőbb lesz az egész. Oké? Okay. Na most, ugye ez gyakorlatilag semmi nincs rajta, és át van, ez gyakorlatilag így ehető, mert nem kell tovább. Kész. Fordulunk lassan. Ami a lényeg, hogy
Na. Mire kellett volna készítsem ezt a kanalat? Hogy megszabadítsuk a kiolvadt víztől, és a víz, mondom még egyszer, zsíradék, nem sok minden van, ugyanis ez 90%-ban, ugye, ez sovány hús, tessék, erről beszéltünk, ez víz, némi zsíradékkal, szóval ezt nem hagyjuk benne. Okay. Visszajövünk, felerősítjük egy kicsit a tüzet. Oké, okay. Fölmelegítjük újra. Ezt itt a boltokban lehet kapni külön is, ugye? Old El Paso-val nézed, a cég neve is ugyanaz. Csak ez összes stimmelnek, mint kutya szájába a kolbász, és, de ugyanakkor van benne. Tehát akkor ezt egyelőre nem fogjuk fölnyitni, mert ami ebben van, gyerekek, ez elég. És ezzel megkintjük ezt a marhahúst. Már is lezártam. Mert az a hő, hú, ez a tényleg az egy jellegzetes mexikói ízecske. Azért zártam, mert megint túl melegítettem az alját, de vissza kell még rakjam. Oké. De kicsit átdíszteljük ezzel a fűszerekkel. És akármilyen furcsa, hogy előbb ugye leszűrtük a vizet, most viszont teszünk rá, hát egy olyan 2/3 pohárnyi vizecskét. Mindjárt feljön az aljáról az a kis pörk, ezt feloldja. Hát keverjük, és akkor lassú tűzön forraljuk. Ez oda már fel is jött. Meg kell tanulni ebbe a stainless steelbe főzni, sütni. Főzni lehet, azzal nincs gond, ha főző valami. Na úgy gyerekek, ennyi az egész. Ez ready to eat. Fölmelegítjük jól, átforralódik. Egyébként minél tovább főzöd ezt, annál keményebb lesz. Úgyhogy be is kapcsolom. Alright. Ez készen van. Még ami van a platniban, hő, az ugye elég lesz. Oké? Okay. Na most visszaléptem. Ebbe tehetsz főtt babot, fekete babot, az apró kis fekete black beans. Tehetsz vele kukoricát, szalzát, tehát apróra vágott, vagy készen megveszed a El Paso, ugyanez a Old El Paso szalza keveréket, sajtot, bármit tehetsz vele, átkevered, és akkor úgy megy majd a tákóba. Ugye csinálsz egy kis csilit, úgyis jó. Na most a sütőt előmelegítjük 325-re, egyelőre 2-t fogok elkészíteni, tehát 325, és körülbelül 5 percig fogjuk ezt a tákóselt, ugye ez kukorica, meg mit tudom én, miből csinálják pontosan. Tehát csak annyi, hogy fel kell jól forrósítani. Na most ugye a kittel együtt jött egy szószocska is, amit hát ugye kiteszünk. Hát az általában ezeknek a szószoknak az a nevük, hogy enchilada, ugye? Tákószósz, enchilada szósz, ők ezt szokták csinálni. Ezt ők használják aztán mindenre, ugye? Mit azt mondanád a olaszoknál, hogy a pizza. Pizza szósz, tészta szósz, gyakorlatilag egy kutyafasz az egész. Most a tortilla tésztával meg azt csinálják, hogy vagy berakod a mikróba, vagy csak így egyszerűen, ugye egy ilyen edénybe
szintén csak kettőt fogok felmelegíteni. Felmelegíteni, tehát ez puha, soft. Na most itt ugye lehet venni külön még ilyen fűszereket. Chili Hot Season Mix, ugye ez a chili, mikor darált hús bab, ugye minden látszik, remélem, igen. És akkor ezzel csak bekevered és kész. Fiam imádja ezeket a dolgokat. Oké, mindjárt készülődünk a másikra is. Nem fogom felnyitni, mert... Ja, de fel kell, mert a szósz miatt fel kell. Igen, elnézést. Na, meginvitáltam Évit, hogy jöjjön készíteni. Na, és akkor most pedig ráfókuszálunk, amit csinál. Mi az, amit csinál te? Beletettem a marhahúst. Igen. Ami már be van szezon. Igen, most mit csinál? Igen. Hagyma. Tegyek bele ide a paprikát neked? Egyet, kettőt. Igen. Paradicsomkockák. Így, egy kicsit. Nem kell sok semmiből. Tejföl. Oké. Tejföl, ez is csak... Mondjuk ez úgy lenne jó, egy kicsit folyósabb lenne, de nem baj. Majd fel kell keverni. És kész. Na most ugye van itt ez a szósz, ez majd ide, ez be is kenheted, ha gondolod. Lehet erre is sajtot tenni, nem akarsz? Nem akarsz, majd reszett sajtot kell rátenni. Na, megcsináljuk a soft tacót is, tehát a tortilla tésztásat. Igen, ezt bekeni ezzel a salsa con squeeze, ez ilyen sajt, cheddaros sajtos, ilyen szalzás. Van benne chili paprika, egyebek, ez kicsit olyan medium spicy, egy kis darált. Tehát ebből beletesz, igen, szintén hajma, mindenből egy keveset, egy kis chili paprika, ami nem erős, és gyakorlatilag reszett sajt, egy kevés, majd azokat ezek ide is teszünk, ezekre, és kérem készen a jó étvágyat. És ez mindjárt így kell lenni. Tessé, lehet is. Tehát ez volt a soft taco, softy, oké, hogy ízlik, jól? Nem, ugye? Az igazság az, hogy ezt még mi soha nem vettünk. Ettünk már milliószor. Ez is olyan szemetes kaja, de... Szemetes. Meg kicsit olyan macerás, gyerekek, ez mindennapi dolog a mexikai családoknál. Mexico, és akkor ők aztán ezt variálják, babbal, kukorica, mit tudom én, saláta. Különböző salátákkal, egyebekkel. Na most egy ilyet légy szíves. Hallani szeretnénk, ahogy... Jó, ne kapkodja. Kerek, szalvétam meg. Ahogy ropog. Tedd a... Jó ropogod? Hogy ízlik? Jó. Más íze van ugye, mert a borítása, ugye az kukorica, az meg az liszt. Uh-huh. Az flor tortilla, ez pedig kukoricából van. Ugye egész más. Egyébként a kínai éttermekben is össze lehet ugyanezt állítani magadnak. Uh-huh. Ugye, hogy Janika ilyenen nőtt föl szinte? Meg amikor összekerültek, hogy minden nap ezt csináltak, mert a kedves volt társa, az itt dolgozott egy időben, és ehhez értett. Ugye a Janika az, de mai napig is szereti. De általában nagyon sok amerikai gyerek. Na kérem, harmadik változat, amikor ugye az enchilada szószt is rátesszük, ugyanaz, ami eddig, csak enchiladával és ugye a reszelt sajttal. Hova tegyem? Csak egyelőre tedd oda. Általában egy főre négyet szoktak készíteni. Egy főre, egy dinernél. Vannak olyan sajtok. Igen, így, úgy tárolj, van ilyen kis... Ja. Minek mondják, tartója. Van olyan fajta ilyen kemény szósz, vagy kemény sell, ami lapos, tehát föl tudod állítani. Igen, az már gyújtak, ki négyzetesítették. Na és akkor itt pedig ugyancsak a enchilada szószos változat, sajtszósz nélkül, ugyanez, ugye hússal, és akkor ez is egy változata. Jó, annyi is lesz szerintem. Oké. Ezt is? Ja, kis hagyma, paradicsom. Paprika. Reszert sajt. Paradicska. Ha gondolod, igen, tejföl, igen? Tejföl. Ja, és egy kis reszert sajt. És akkor ez is kész van.
Szóval itt annyi volt a különbség az első kettő és a 3-4 között, hogy ugye itt beletettük ezt a enchiladát is. Right? Ezt megeltette. Akkor most már eszünk én is. Nos, következő. Hol nyílik? Mindegy. Hol nyílsz itt valahol? Ugye ez már a másik változat, ugye látni is, hogy változott a kép az asztalon. Oké. Seasoning, ez a fűszerezés. Ez itt a... Honey. Tehát ez ilyen mézes szósz, és ugye itt nincsen a száraz tákot, tehát a kukorica, hanem itt csak a, ugye a puha tákó van, de abból viszont van bőven, bőségesen. Gyakorlatilag én ezt a szószt ezekből elő tudom állítani, ami itt van. Medium honey szójaszósz, tehát itt van a szója, mézzel összekeverem, szóját mézzel, gyakorlatilag ott van, mild teriyaki seasoning mix, tehát itt van nekem a teriyaki készen, mint szósz. Tehát ebből a kettőből és méz hozzáadásával, vagy pedig méz helyett esetleg a sweet sour fűszerezést. Tehát ebből a háromból ki tudok hozni egy jó kis ízecskét plusz, ugye, ebből a Sriracha hot sauce, ez is kínai, ugye, nem tudom hány évig érlelnek. Szóval össze lehet hozni szépen mindent. Fantázia kérdése az egész. A letapadás elkerülése véget, ugye, rátettem a kevés olívaolajat, és ráteszünk a csirkemelt, amelyet villám gyorsan ugye kifehérítünk. Igen. Még nem jó. Kifehérre lett az igaz, de még nyers. Tehát ugye látjuk, hogy nincs fűszerezés egyáltalán még. Szóval itt is az van, ugye, hogy van egy pont, amíg ugye át kell, hogy süljön a mellehús, ez minden esetben igaz, addig jó, addig omlós marad. Na most miután ugye gyakorlatilag teljesen átfehéredik, akkor már eheted is, ugye, mint amikor rántod is, hogy pillanatok alatt van kész, minél tovább sütöd, annál keményebb lesz. Ugye, tehát az indokoltnál tovább nem kell sütni, vagy semmit csinálni vele, mert annál rosszabb, annál keményebb lesz ugye a melehúse, és szárazabb. Ugye itt látszik még, hogy még mennie kell. Ops, elkérést. Ugye, még itt rózsaszín ugye a belseje, ugye látszik, ott van. Szóval még nem jó. Teljesen fehérnek kell lenni. És akkor lesz jó. Jó, mindjárt letelt az 5 perc. Na most nézd ide, amiről beszéltem, hogy például itt van ez a kis darab. Szétesett, ugye? Tökéletesen puha. Már nem is főzzük tovább. Nem tudom, meddig ment az előbb. Ugyanis, gyerekek, GoPro ide vagy oda, de vannak problémák vele, előbb lefagyott. Úgyhogy annyit csináltam, ugye ráraktam a szószt, és még egy 5 percig, illetve a fűszert, meg egy korty vizet, és még 5 percig ugye dinszteltem. És ez készen van, jó. Mindegy, tehát olyan
mivel tudnám még kiegészíteni, de nem csinálok semmit. Ez így jó, ahogy van. Cső. Na most ezzel honey soja szószal van egy, két választásod van. Ezt a húst ráteszed ugye a szoftákóra, és meglocsolod ezzel a honey szószal. Vagy pedig egyszerűen itt most, ugye itt már le van kapcsolva a tűzhely, egyszerűen rátesszük itt. És akkor nem vacakolunk semmit az égvilágon, hanem így, ahogy van. Rátettem. Elkeverem. Így egyszerűbb. Sokkal. Ez is kész. Lekapcs. Nézd, és fölpuposodik. Ugye itt van az a rész, ami hát ugye amikor a Mexikó keveredik a Kínával, vagy a Japán, vagy mit tudom én milyen ugye dolgokkal, amikor a ja, én úgy tudom, ezt ők Kínában nem csinálják a tákó tésztát, ugye a tortilla tésztát. Aztán hát azt raksz rá itt szintén, amit akarsz. Hát én levágtam egy kis édes káposztát, és nagyon vékonyra ugye sárgarépát. A rajzon is ez volt, gyakorlatilag kész vagyunk. És hát jó étvágyat! Igen. Nagyon finom. Gyere, Évi! Érdekes, ugye? Mhm. Egy kicsit... Várjál, hagyja a jemre. Én nekem nagyon ízlik. Egy kicsit spicy-nak érzem. Csipősnek. Nem? Ja. Nem kevertem hozzá ezekből, egyikből sem. A rohadás jöjjön rátok, már mind a motorosokra. Így elmélt itt. Épp mondtam itt a videó, hogy ezt a ízt ki tudom keverni ezekből itt. És a másik, hogy én a szívem szerint egy kicsit megdínszteltem volna még. Alright? Na, ennyi volt a mai bemutatónk. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek. Hát, próbáltuk ki. Nem tudom, ezek a kittek, ezek kaphatók-e Magyarországon, biztos vagyok benne, hogy igen. De Amerikában egész biztos, mindenhol láttuk. Most próbáltuk ki életünkben először. Na? És nagyon jó lett. Találkozunk legközelebb. Janiék voltunk Floridából. Bye-bye!